Itt lakott a szomszédból, és én itt lakottam, ott volt a buli, és akkor kicsit be volt a csicsetve a Csehúzul is, meg a Ferenc is, és levetkőztek, filmeztem, hogy olyan boxerba is, ugye kiskulók is voltak a borozóba is, hát ugye az olyan kis lányok is, azokat próbálták is, azért lett kizárva ők, és akkor kezdték ezt a barhízást. És ez még lányokkal próbálkoztak? Hát levetkőztek, ott táncoltak. Ah, és a fiatal diákok azokban mondták neki, hogy... Így van, így. Jó napot kívánok! Én Mészáros Dávid vagyok, ez pedig a Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatója. Feljelentést tesz a rendőrségen a Demokratikus Koalíció, mert egy szemtanú állítása szerint kiskorú lányokat zaklathatott részegen a Fidesz alpolgármestere Tiszaföldváron, aki a botrány miatt azóta lemondott. A rendőrségnek kell tisztáznia, hogy igazak-e annak a helyi lakosnak az állításai, aki szerint Csehus Zsolt és barátja, egy gazdag vállalkozó, egy helyi kocsmában tartott buliban alsónadrágra vetköztek az asztaloknál ülő gyerekek előtt. Csak a nyomozás deríthet rá fényt, hogy a lányok ekkor valóban pedofilnak nevezték az alpolgármestert, ahogyan azt a szemtanú állította. A Demokratikus Koalíció szerint egy újabb fideszes pedofil botránnyal állhatunk szembe. Vajon a helyi fideszes kiskirályok tényleg úgy érzik, hogy bármit megtehetnek? Vállalkozó barátaikkal együtt ellophatják a közpénzeket, hogy aztán részegen mulatozva ártatlan gyerekekre vessenek szemet? Mi DK-sok ennek akarunk véget vetni. Magyarország nem a fideszes pedofilok vadászterülete, és nem a fideszes milliárdosok fejőstehene. El a kezekkel a hazánktól, el a kezekkel a gyerekeinktől. Ezt üzenjük ennek a rendszernek, amit az orbáni pedofil hálózattal együtt fogunk kisöpörni az országból. Ha beigazolódik a gyanú, és a fideszes politikus tényleg gyereklányokat zaklatott, akkor már nem csupán egy esetről beszélünk. Ez egy minta. Így viselkednek országszerte a fideszes kiskirályok. Az ilyen aljasságokat védelmezi az orbáni pedofil hálózat. Szinte biztatja a pedofilokat, hogy kiéljék beteges szexuális vágyaikat a magyar gyerekeken. A Demokratikus Koalíció szerint egy újabb fideszes pedofil botránnyal állhatunk szembe. Vajon a helyi fideszes kiskirályok tényleg úgy érzik, hogy bármit megtehetnek? Vállalkozó barátaikkal együtt ellopják a közpénzeket, hogy aztán részegen mulatozva ártatlan gyerekekre vessenek szemet? Mi DK-sok ennek akarunk véget vetni. Magyarország nem a fideszes pedofilok vadászterülete, és nem a fideszes milliárdosok fejőstehene. El a kezekkel a hazánktól, el a kezekkel a gyerekeinktől. Ezt üzenjük ennek a rendszernek, amit az orbáni pedofil hálózattal együtt fogunk kisöpörni az országból.